Szeretné megakadályozni a balliberális oldal teljes szellemi kiüresedését Újhely István, szocialista EP képviselő, ezért felélesztené az egykori szárszói találkozókat. Az utóbbi években a balliberális oldal holdudvara igencsak megfogyatkozott, a közvéleményt befolyásoló értelmiség elkerüli a láthatóan teszetosza ellenzéket, amely a legújabb közvéleménykutatások szerint alaposan lemaradt a kormánypártok mögött. Bár a gazdasági nehézségek miatt népszerűtlen intézkedéseket kellett meghozni a kormánynak, ezek mégsem csökkentették a Fidesz és a KDNP jelentős előnyét. Komoly problémával néz tehát szembe az ellenzék, hogy mi az oka annak, hogy nem találnak olyan témát, amire mondjuk a társadalom nagy része rezonálna, vagy mondjuk a választók igent mondhatnának. Erről beszélgettek többek között az SZDSZ korábbi elnökével, országgyűlési képviselőjével, Fodor Gáborral, aki egyébként a Közép-európai Rendszerváltást Kutatóintézet igazgató. És jó estét kívánok, köszöntöm Önt a stúdióban. Tehát hiába a gazdasági nehézségek, hiába nagyon sok népszerűtlen intézkedés, ami azért megroppanthatta, vagy visszavethette volna a kormánypártok népszerűségét, nem sikerült az ellenzéknek faragnia a hátrányából. Miért? Igen, hát hadd kezdem én is ezzel, hogy valóban a helyzet olyan, hogy normál esetben az ember azt gondolná, hogy van az ellenzék megkeresni valója. Tehát most gondoljunk csak bele, hogy tényleg rekordméretű infláció, sajnos Európa bajnokok vagyunk ebben. Nagyon súlyos problémát jelent az élelmiszerár növekedés, abban is Európa bajnokok voltunk. Látjuk, hogy a friss gazdasági adatok, ugye tegnap előtt jöttek ki a legfrissebb statisztikai hivatal adatok, amelyek arról szólnak, hogy most már negyedik évben visszaesésben van a magyar gazdaság, ez példát annak tekinthető, tehát 1996-ig visszamenőleg nem volt ilyen periódus, és sorolhatnám tovább a problémákat, amelyek vannak körülöttünk. Szóval sajnos az a helyzet, hogy lenne keresni valója az ellenzéknek, és hát jogos az Ön kérdése, hogy akkor miért van az, hogy miközben ilyen nehéz helyzetben az ország, mindannyian érezzük a saját bőrünkön, hogy óriási problémák vannak, gond van, egy igazi gazdasági válságban, és egyelőre nem nagyon lábalunk ki belőle, akkor hogy nem tud az ellenzék valahogy magára kapni, hogy nem tud mégiscsak teret nyerni? Itt azt hiszem, hogy ennek két oka van. Van egy tartalmi oka, és hát van egy tartalmin túlmutató, ha úgy tetszik, személyi vagy külső oka. A tartalmi ok szerintem, hogy rossz a stratégia, hibás a stratégia. De minden ellenzéki párt esetében rossz a stratégia? Ön szerint minden ellenzéki politikus rossz stratégiát választ? Igen, igen, mert van egyfajta hát, pszichózis, hogy így fogalmazzak, az ellenzéki oldalon, és ez pedig az, hogy semmiképpen sem elfogadható semmi sem abból, amit a kormány csinál, teljes egészében frontálisan neki kell menni a kormánynak, ez lesz a működőképes stratégia, ez 13 éve látjuk, hogy nem működik. Én ugye már sokszor beszéltem erről, különböző alkalmakkal, és itt is szeretném leszögezni és elmondani. Szerintem ez azért hibás ez a stratégia, mert egyfelől nem igaz, mert a kormány ezer problémája mellett, ami miatt támadható, például ugye amivel kezdtük ezt a beszélgetést, a 2022-es választások előtti osztogatás miatt támadható a kormány. De jó néhány olyan döntése van, amivel mellé kéne állni. Például mellé kellene állni a kormánynak szerintem az ügyben, hogy az Európai Uniós pénzeket kapja meg Magyarország. Szerintem ez egy hibás ellenzéki stratégia, hogy például ebben az ügyben, ami mindannyiunkat érint, az ország érdeke, az itt lakó magyar embereknek az érdeke. Fontos lenne azt mondani az ellenzéknek, hogy mondjuk abban a kérdésben, amit előzőleg mondtam, teljes egészében támadom a kormányt, de ebben az ügyben mellé állok. Igen, de vannak ügyedékes politikusok, momentumos politikusok szájából elhangzott az, hogy ők azért dolgoznak, hogy ez ne érkezzen meg ez a forrás, azért dolgoznak, hogy minél rosszabb színben tüntessék föl Brüsszelben a magyar kormányt, és minden lehetséges politikai, ideológiai fronton harcoljanak ellene. Meddig lehet ezt a harcias hangulatot fenntartani, meddig hiszik el ezt a választók, hogy ez a jó út? Szerintem ez egy hibás stratégia most. Hozzátenném persze zárójelbe, hogy azért soha ne felejtjük el, hogy a demokráciának alapja a vita. Tehát én félreértés ne essék, én nem azt várom az ellenzéktől, tehát szerintem nem az a jó ellenzéki stratégia, hogy birkaként üldögél az ellenzék, és bólogat mindig arra, hogy jaj, de nagyszerű, amit a kormány csinál, mert akkor joggal fel lehet tenni a kérdést, akkor minek az ellenzék? Hát nyilván az ellenzéknek az a dolga, hogy mutasson egy alternatívát azzal szembe, amit a kormány éppen visz. De szerintem ahhoz, hogy a választók elhiggyék, hogy ez működőképes ez az alternatíva, hinni kell abban, hogy felelősen gondolkodik az ellenzék, például az ország érdekét fontosabbnak tartja a saját személyes vagy szűk pártpolitikai érdekénél. Ezért ezt lehetne szerintem demonstrálni és bizonyítani azzal, amit mondtam. Igen, de az összefogás, ugye nagyon sokféleképpen próbálkoztak el az ellenzéki pártok az összefogással, és
Voltak éppen Gyurcsány Ferenc akarata érvényesült a 22-es választások előtt, aki elmondta azt, hogy egy jelölt álljon szembe egy fideszes jelölttel, és hogy az ellenzék így tud majd győzni. És hát ugye Orbán Viktor el is mondta, hogy akárhogy próbált indulni ellenük az ellenzék, mindig kudarcot vallott. Innen nagyon nehéz egy olyan stratégiát felépíteni, és azért nagyon nehéz belefogni ebbe a politikai szellemi munkába, ami hosszú évek szívós munkájában felépíthet egy új, sokkal sikeresebb stratégiát. Ez mennyi idő, tehát mekkora erőfeszítés ön szerint? Hát nézze, igaza van, de ezt kellene tenni. Tehát akárhogy is nézzük, hát vezetett eredményre az elmúlt 13 évben, amit eddig csináltak, hogy most akkor az elemzésen túlmenően ilyen egyszerűen tegyük fel a kérdést. Eredmény nincs, akkor valamit másként kell csinálni. Tehát szerintem nem megspórolható az, hogy legyen, ahogy az ön kérdésében is benne volt, egy komolyabb elemző munka, legyen egy stratégiaváltás, és ahhoz kellene szerintem részben, személyekben is másoknak megjelenni. Persze ez nem olyan kívánságlista, hogy most kívülről megmondja az ember, mert vannak adottságok az ellenzéken belül, ezt nem szabad elfelejteni, és azt sem szabad elfelejteni, hogy persze a magyar baloldal, mert ugye az ellenzéknek a javarésze baloldal, most a mi hazánkat nem számítva ebben a kérdésben, tehát sajnos liberális ellenzék nincsen, ugye csak baloldaliak vannak. Tehát a helyzet az, hogy itt ez egy komoly problémát jelent, hogy a sok kudarc után kontraszelektáltá is vált az ellenzék. Tehát ez a személyi probléma szerintem. Tehát, hogy óhatatlanul is a sok-sok kudarc sok ember számára, akinek fiatalok számára akár a politikai pálya vonzóvá tehető, vagy vonzóvá tudná tenni az ellenzék, azt nem tudja megtenni jelen esetben. Igen, de közben, hogyha már fiatalokról beszélünk, ugye a Momentum pontosan ezzel a lendülettel indult, és ezzel a címkével indult, ezt is lehet mondani, hogy a csillogó szemű fiatalok, akik megváltoztatják, vagy megváltják a magyar politikát, és egy teljesen új nézőpontot, teljesen új hangvételt, stílust hoznak a politikába. Fekete Győr András azért nagyon harcias kijelentéseket tett Gyurcsány Ferenccel szemben, látom, ön is mosolyog ezen, és utána mindig beálltak a sorba. Tehát soha nem volt elég bátorság, elég gerinc bennük, hogy azt mondják, hogy rendben, egy picit most dolgozunk ezen, de utána egy új stratégiával szembe megyünk ezzel. Hát nézze, ugye ön is múlt időben fogalmazott, szóval volt egy momentum a Momentumnak, hogy én is így fogalmazok, de az elszállt, az már évekkel ezelőtt elszállt. Tehát ez így reménytelen szerintem. Azért az is érdekes, hogy Újhely István pedig feléleszteni ezeket a szárszói találkozókat. Erről mit gondol, szeretné visszahozni ezeket a liberális baloldali véleményvezéreket, megmondó embereket, hogy újra egy picit szellemi hátországot adjanak az ellenzéknek? Hát nézze, az Újhelyi Pistának szerintem abban igaza van, hogy ugye egy előző kérdésben beszéltünk arról, hogy kellene egy szellemi háttérnek a kialakítása, hogyha ez a szándék vezeti, szerintem ebben igaza van. Az más kérdés, hogy szerintem ez nem alkalmas rá. Tehát ez egy olyan értelemben rossz kísérlet, hogy nem a szárszói találkozót kellene feleleveníteni, mert egyébként az a maga korában, tehát a 90-es évek elején az egy nagyon jó, jelentős és fontos valami volt. De aztán az élet mutatta a 2000-es évekre, hogy ez kifulladt, és aztán önmaga paródiájába fordult. Na ezt nem kellene szerintem újraéleszteni, de a magvát, a lényegét, vagyis az, hogy kellene szellemi műhely, kellene értelmesen vitatkozni egymással, az bizony az jó lenne arról beszélni. És ha már vita, ugye az ön korábbi pártja, és hát azért az SZDSZ-nek, főleg amikor még erős párt volt, azért ön is jelentős és meghatározó politikusa volt az SZDSZ-nek, ugye Kőszeg Ferenc elhíresült interjúja megint felhozta ezt, hogy az SZDSZ korábbi egyik alapítója, meghatározó politikusa, meghatározó véleményvezére volt. Mit gondol erről az interjúról, hiszen elképesztő sok vélemény jött elő ezzel kapcsolatban, kíváncsi vagyok az önére is. Hát ez egy több szempontból szerencsétlen interjú volt, és magának az interjúnak az elemzésével én nem is nagyon szeretnék foglalkozni, mert én Kőszeg Ferinek a szándékaiból indulok ki, és hogyha valaki megnézi ezt az interjút, akkor ő elmondja ebben az interjúban is, tehát nem csak az utána kiadott nyilatkozatában, hanem az interjúban is elmondja, hogy esze ágába sincs mentegetni a pedofiliát, elítéli ezt, helyteleníti, hogyha fiatalkorúak, ő így fogalmaz egyébként, ez pontatlan megfogalmazás, fiatalkorúak és felnőttek között szexuális viszony van, az iskolába is elítéli ezt. Tehát ezeket világossá teszi az interjúban, aztán mond olyan mondatokat, amelyek ennek ellent mondanak. Tehát én ezért nem szeretnék ezzel foglalkozni, mert elég zavaros ez a része a kérdező részéről is, tehát Gulyás Márton részéről is, Kőszeg Ferenc részéről. Igen, érdekes, Gulyás, igen. Bocsássam, igen. De ha megengedi, ne feledje kérdését. Igen, igen. Annyit hagyd tegyek ehhez hozzá, hogy viszont
Én nem szeretném, hogyha ez egyszerűen úgy néz neki, én, aki a Kőszegferit a 80-as évekből ismerem, amikor ő egy rendkívül bátor ember volt, hősiesen viselkedett, küzdött a pártállam ellen, a diktatúra ellen, nem szeretném, ha úgy emlékeznének rá az elkövetkezendő években, hogy ja, persze volt ez az idős bácsi, aki mentegette a pedofiliát. Tehát először is egy nem mentegeti, szerintem ebbe az interjúba, tehát ezt tegyük világossá, mert elég egyértelműen fogalmaz, kettő, a Kőszegferi egy fantasztikus hőse ennek az országnak. Tehát most van egy szerencsétlen interjú, amiben mondom, mindenki szerintem leszerepelt, tehát műsorvezetőtől kezdve riportalanyon át, mert a Ferinek se kellett volna ilyen össze-vissza beszélni, már elnézést, hogy így fogalmazok. De azért azt ne feledjük, hogy közben ő egy történelmi korban, amikor ő a sok tekintetben az életét és egzisztenciáját tette kockára, ő ott állt a jó oldalon, és bátor volt. És ennek is sokat köszönhetünk mindannyian. Tehát a magyar szabadságot is sok tekintet, egy pici szeletében neki is köszönhetünk. Nagyon gyors, utolsó kérdés, mert nagyon elfogyott az időnk. Viszont a Gulyás Márton szerepét ön is feszegette egy kicsit, és itt pontosan ez az érdekes kérdés, hogy mintha ezek a baloldali véleményvezérek átvennék a politikusok szerepét. Mit gondol erről? Hát nézze azt, hogy Gulyás Márton egy rendkívül tehetséges riporter szerintem. Én szerintem ezt nem jól csinálta, ezt az interjút, mert egy 7 órás beszélgetésből, ha valaki összevág egy 1-2 órás műsort, akkor szerintem már csak a tisztelet okán is nem ez lett volna a legfontosabb rész benne, őszintén szóval, vagy a Kőszegferinek a privát véleménye mi ezekről a kérdésekről. Tehát én ezt nem így csináltam volna, de egyébként meg a másik oldalról a baloldali kritikákat meg őrültségnek tartom, amikor most persze azzal vádolják Gulyás Mártont, hogy ő a Fidesz ügynöke. Hát ez meg megint nevetséges, tehát ugye mindig előjönni ezzel, hogy jaj, biztos a Fidesz pénzeli, a Fidesz ügynöke, stb. Sőt, már ugye azt is hallottam, ha nem haragszik, hogy a kis színesként hagyd mondjam el, hogy valaki azt mondta megint, hogy hasznos idióta. Na most én engem ezzel lehet a világból kikergetni, ugye ez a lenini fordulat. Lenini, igen, elhíresült kifejezés. Szóval, hogy a nagyszerű 2023-as éven magukat ellenzéki gondolkodónak tartó emberek Lenint idéznek, hát ez már mindennek a teteje tényleg. Szóval itt azért van kellő káosz az egész ügy körül. Fodor Gábor, köszönöm szépen a beszélgetést. Én is köszönöm.